átadták a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Új telephelyét, mintegy 280 millió forintból valósult meg a beruházás. Kiállítás megnyitó az egyetemen dr. Sótonyi László előtt tisztelegnek. Nyílt nap az Aqua telephelyein, programok a Vízvilágnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Ünnepélyes keretek között csütörtök délelőtt adták át a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Új műszaki telephelyét. Az épület együttes mintegy 280 millió forintból készülhetett el az egykori szovjet laktanyában. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Új műszaki telephelyének átadóját tartották csütörtök délelőtt a volt orosz laktanya területén, ahol elsőként Árva István emlékezett vissza a beruházás kezdetére. Mint a polgármester fogalmazott, először 2006-2007 környékén merült fel annak az ötletnek a lehetősége, hogy egy új telephelyet építenének a VÜF-nek. Árva István elmondta, a Városüzemeltető egyik fő tevékenysége sok más mellett az ingatlan hasznosítás. A polgármester többi között az irodaház és környékének, valamint az ipari park felújítását emelte ki köszöntő beszédében. Ez a beruházás valószínűleg inkább azzal kezdődött, hogy ennek az épület együttesnek és ennek a területnek a magánkézbeadásával, a közterületeinek a megépítésével előkészültünk arra, hogy valamikor majd a hátrahagyott területen, ami most itt a beruházás területe, meg fogunk építeni egy új és modern, minden igényt kiszolgáló városüzemeltetős telephelyet. Az eseményen részt vett Nagy István is, aki a terület fejlődését, egykori és jelenlegi fejlesztések fontosságát emelte ki. Amint az államtitkár fogalmazott, a jelenlegi önkormányzati ciklusban valósult meg rengeteg olyan fejlesztés, amire már régóta vártak a város lakói, ilyen többi között a sportcsarnok megvalósulása, valamint a VÜF új telephelye is. Nagy István hozzátette, folyamatosan új ötletek születnek, és ezeket sikerül is megvalósítani. A Városüzemeltető pedig nem csak a kommunális igényeket szolgálja ki, hanem jelentős szerepet tölt be a gazdasági életben is. Nem csak egy épületeiben, központjában megújuló városüzemeltetésről beszélhetünk, hanem egy szellemiségében egészen új városüzemeltetésről beszélhetünk. Aki innovatív, aki kezdeményező, aki a gazdasági életet pörgető szerepet visz, ami lássuk be, egy megváltozott új szerep. A műszaki telephely átköltöztetésére többi között azért volt szükség, mert a régi Vámháztéren lévő helyet már kinőtte a társaság, illetve a belvárosban lévő ingatlan kevésbé volt alkalmas erre a célra. A társaság rendelkezett területekkel az egykori szovjet laktanyában, így korábban már tervek is készültek ott egy új telephely és irodaház kialakítására. Pályázati lehetőség hiány azonban akkor nem kezdődött el a beruházás. Próbáltuk úgy kialakítani a Városüzemeltetőnek az új telephelyét, hogy minden helyt kapjon benne, és kellő területünk is legyen arra, nem úgy, mint a régi Vámháztéren. És viszont próbáltuk több dolog fölmerült, ugye két tervezés készült már erre a telephelyre, új irodaépület, új raktárakkal, és a legutolsó elképzelés az volt, hogy mégiscsak a régi kornak a dolgait hagyjuk meg, ami meghagyható, tehát ne az legyen az első, hogy rombolunk és utána építünk, hanem amit meg lehet hagyni, azt hagyjuk meg. A régi Vámháztéren található ingatlant még a tavalyi évben értékesítette a társaság, majd megkezdték az új telephely kialakítását a Barátság utcában. A több mint 6000 négyzetméteren meglévő három épületet felújították, valamint egy újat is építettek. Itt irodát, raktárakat, a hozzátartozó kiszolgáló helyiségeket, műhelyt és egy nyitott tárolót alakítottak ki. A régi port épületében létrehozott irodát és üzlethelyiséget pedig bérbeadással hasznosítják majd. A teljes beruházás mintegy 280 millió forintba került, amit a Városüzemeltető saját forrásból finanszírozott, ám pályáztak is támogatásért, aminek elbírálása még folyamatban van. A műszaki telephelyet április elején költöztetik át a Barátság utcába. A Városüzemeltető székhelye és a távhőszolgáltatási üzemegysége továbbra is a Szent István Király úti egykori Sattler villában marad. Az egyetem, valamint a család jelenlétében nyitották meg az Óvári Akadémián azt a kiállítást, ami dr. Sótonyi László emléke előtt tiszteleg. A kiállítás megnyitó mellett egy emléktáblát is avattak az egyetemi kar B épületén.
A Széchenyi István Egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi karának bicentenáriumi ünnepség sorozata keretében nyitották meg azt a kiállítást szerda délelőtt, amivel dr. Sótonyi Lászlóra emlékeznek. Elsőként Schmidt Rezső köszöntötte az összegyűlteket, aki elmondta, a kiállítás elsődleges célja, hogy méltó emléket állítsanak a Magyaróvári Akadémia egykori tanára előtt. Dr. Sótonyi László neve és személye fogalom volt a régi tanítványok és munkatársak körében. A tanár úr, de sokunk számára leginkább Laci bácsi, neve összefonódott az anatómia tanszékkel, a preparátumokkal, a szemléltető eszközökkel. Egri Borisz a tanszék részéről mondott megemlékező beszédet, amiben többi között Sótonyi László életútját elevenítette fel. Sótonyi László szüleivel 1925-ben kivándorolt Kubába, ahonnan 6 éves korában küldték haza, hogy magyar iskolában tanuljon. 1942-ben érettségizett, ekkor iratkozott be a Magyaróvári Mezőgazdasági Főiskolára, ahol 1947-ben szerzett oklevelet. Tanulmányi ideje alatt frontszolgálatot teljesített, megsebesült és hadifogságba került. Egyetemi oktatói pályafutása 1955. májusában kezdődött, amikor a Gödöllői Agrártudományi Egyetem budapesti részlegén az újonnan felállított anatómiai tanszéken egyetemi tanársegédi beosztásba került. 1958. január 1-én szolgálati érdekből áthelyezték a Moson-Magyaróvári Mezőgazdasági Akadémia újonnan felállított állatbonc és élettani tanszékére, és egyetemi adjunktussá 1976-ban docensé nevezték ki. Itt 1983-ig nyugdíjazásáig dolgozott. Rendkívüli kézügyességét kihasználva az anatómiai tanszék preparátumainak nagy részét ő készítette, emellett az Állatorvostudományi Egyetem anatómiai tanszéke számára is rengeteg preparátumot készített. Ha felépítjük, hogy lebontjuk az állati testet, a csontok adják a szilárdvázat. Tanszékünkön szinte minden állatcsontváz Laci bácsi kezének munkája. Ha mozdulnának a csontok, akkor ez izmok, erek és idegek nélkül nem menne. Az egykori hallgatók részéről Kisné Tóth Katalin emlékezett meg az egykori tanárról, aki elmondta, Sótonyi László mentorként segítette az évfolyamukat abban, hogy egy jobban-rosszban összetartó csapat alakuljon ki. Mikor 1973. szeptemberében, most volt, megérkeztünk az egyetemre, kicsit tétován kerestük a helyünket. A bizonytalanságunk nem tartott sokáig, mert volt egy nagyon jó szokás akkor az egyetemen. Minden évfolyam mellé egy évfolyam felelős tanár állt. Nekünk Laci bácsi lett az évfolyam mentorunk, ahogy ezt ma mondanánk. Az eseményen részt vett az egykori egyetemi docens fia is családjával, aki szintén megemlékezett Sótonyi Lászlóról. Mindnyájan kiemelték valamit. Édesapámnak a szerénységét, segítőkészségét, bölcsességét. Ezt valóban elmondhatjuk, és én nagyon hálával tartozom neki, mert megtanított küzdeni, hihetetlen nagy szeretetet adott ő és édesanyám. A megemlékezést követően aztán az egyetem B épületénél avattak emléktáblát, ahol elsőként Nagy István mondott beszédet. Az államtitkár elmondta, Sótonyi László egy igazi értékteremtő ember volt, akivel még pályakezdőként ismerkedhetett meg, ami az egész életét meghatározó élmény volt. Ma leginkább azzal küzdünk, hogy nem tudunk egymással megállni beszélni, nincs idő, két mondat. Neki mindig volt ideje odaültetni maga mellé. A vége láthatatlan zsebeiből mindig elővarázsolt egy csontot, megmutatta, hogy ez honnan van, mellé rakta rögtön a párjait, és mutatta, hogy nézd oda, 100 év alatt ennyit növekedett, mert a fehérje fogyasztás növekedése, mert ennyivel nagyobbak ma a méretek, ekkor ennyivel kisebbek voltak, rögtön tudott egy előadást szerezni az egész lelethez. Az emléktábla hivatalos leleplezését követően Földesi Péter mondott beszédet, aki elmondta, példaképekre mindig is szükség volt és mindig is szükség lesz, de nem mindegy, hogy ezek a példaképek mennyi idő alatt születnek meg, és meddig tudnak fennmaradni. A példaképek születéséhez idő kell, ahogy itt hallottuk néha több évtized. Kitartó munka, szeretet, megbecsülés, tisztelet. És szerencsére az Óvári Akadémia 200 évében volt elég idő arra, hogy példaképek szülessenek. De vajon a példaképek maguktól születnek-e, vagy kell-e még valami hozzá? És azt gondolom, hogy kell.
Kell persze adott ember tehetsége, szeretete, képessége, szakma szeretete, de kell egy közeg, ami ezt az egészet befogadja, ami körülöleli, ahol ezt lehetőséget arra, hogy ez kiteljesedjen. A kiállítás megnyitó és a táblaavatás hivatalos részét követően aztán a tárlatot is megtekinthették az érdeklődők, ahol Sótonyi László egyetemi docens által készített teljes csontváz, csont- és izompreparátumok, faragott bútorok, tablók, címerek, valamint személyes tárgyak, dokumentumok kaptak helyet. Mint minden évben, idén is csatlakozik az Aqua Szolgáltató Kft. Az ENSZ által kijelölt nemzetközi naphoz, a Vízvilágnapjához. A társaság ebből az alkalomból rajz- és fotópályázatot hirdetett. Pénteken előadással várják a diákokat a Flash központban, a héten pedig megnyitották a telephelyi kapuit is. Érkeznek a Móra iskola diákjai az Aqua Szolgáltató Kft. Főgyűjtőjéhez szerda délelőtt, ahol egész héten nyitott kapuk eseményen vehettek részt a város és a környék iskoláinak felsősei. A társaságnál már szinte hagyománnyá vált, hogy minden évben vendégül látják a tanulókat, nem csak a Moson-Magyaróvári főgyűjtőnél, hanem a Darnózseli, a János Somorjai, a Dunakiliti, valamint a Fekete-erdei vízműtelepeken is, ahol más-más szempontból világítanak rá a víz fontosságára és szerepére. Az idei évben egy 3D-s kisfilmen keresztül tudhattak meg még több információt a diákok a vízről és az Aqua ZRT munkájáról. Úgyhogy, mint idáig is, minden évben a Vízvilágnapján az Aqua Szolgáltató Kft. Lehetőséget biztosít a diákok számára, hogy a Moson-Magyaróvári szennyvíztisztító telepet megismerjék, és a látogatóközpontban egy nagyjából 40-50 perces bemutató keretében megismerhessék a szennyvíztelep életét, a telep felépítését, és hogy a kollégákkal hogy telnek itt a mindennapjaink, és mi a feladatunk. Az ENSZ 1993-ban jelölte ki március 22-ét a Vízvilágnapjának. A 2018-as világnap nemzetközi szlogenje véd természetesen. Bolygónk legégető problémáival a 20. században csak regionális szinteken foglalkoztak a nemzetek, mára azonban már nem csupán a víz tisztasága a globális kérdés. Árvizek, aszályok, vízszennyezés mind károsítja a növényzetet, talajt, folyókat és tavakat. A környezetvédelemről és a vizek fontosságáról pedig nem csak az iskolában, hanem az Aqua telephelyén is még többet tudhattak meg a diákok a világnap alkalmából. Nagyon fontos, hogy megvédjük a vízünket, és hogy a Föld 71%-a víz, de annak nagyon kevés százaléka édes víz, és hogy nagyon sokan szemetelnek, amit nem szabad. Ne szennyezzük a folyókat, és hogy vigyázzunk a tisztaságra. Az iskolában hogyan foglalkoztok a környezetvédelemmel, milyen programjaitok vannak? Hát minden héten van szemétszedés, és ugye ökoiskola is vagyunk. Nem szemetelek egyértelműen, és fogmosás közben nem szoktam folyatni a vizet. A mai napon mit tanultál itt a Vízvilágnapi rendezvényen? Hát, hogy hogyan szoktak itt dolgozni az emberek, és hogyan óvják meg a környezetünket. Az Aqua Szolgáltató Kft. A nyitott kapunk napján kívül egy rajz és egy fotópályázatot is hirdetett általános, illetve középiskolások, valamint egyetemisták részére. Péntek délelőtt pedig a Flash központban egy előadást tartanak majd. Dr. Iváncsics János alpolgármester március 29-én a Fehérló Közösségi Házban 8 és 9 óra között várja az érdeklődő lakosokat. Dr. Árvai István polgármester április 12-én a polgármesteri hivatalban, április 19-én a hivatal mosoni irodájában 4:45 és 9 óra között tart fogadóórát. Dr. Frauhammer Csaba önkormányzati képviselő március 28-án szerdán délután 3:30-tól 4:30-ig tart fogadóórát a Fehérló Közösségi Házban. Röviden a pénteki időjárásról. Az előrejelzések szerint ismét megnövekedhet a felhőzet, térségünkben csapadék nem valószínű. Élénk marad a légmozgás, olykor fel is támadhat a szél. Hajnalban -3, míg napközben +8 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk Moson-Magyaróváron és környékén. Kedves nézőink, most programajánlónk következik, majd mai hírhátterünk vendége Pop Jelek Éva, a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány kuratóriumi elnöke, akivel Segesvári Zsolt beszélget. Ezután a márciusi egyasztalnát nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb pénteken 19 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!